A január 31-i adatok szerint így néz ki a koronavírus terjedése világszerte. A kínai Wuhan városából indult tüdőgyulladás járvány napról napra egyre több ember áldozatot követel. Szerdán 132 főre emelkedett a halálesetek száma. A Nemzeti Egészségügyi Bizottság legfrissebb jelentéséből kiderül, péntekre víradóra ez a szám már 213-ra nőtt, illetve 9692 a fertőzöttek száma Kínában. Az Egészségügyi Világszervezet csütörtökön nemzetközi vészhelyzetet hirdetett a koronavírus miatt. A főigazgató úgy nyilatkozott, a kihirdetés fő oka nem az, ami Kínában folyik, hanem ami a többi országban történik. A csütörtöki adatok szerint Kínán kívül 18 országban 98 esetet regisztráltak. Ebből 8 olyan esetről tudnak, amikor a koronavírus emberről emberre terjedt. Japánban, Németországban, Vietnámban és az Egyesült Államokban. Egy kínai településen jelent meg ez a vírus, és mivel ott ugye nagyon nagy számú ember fordult meg, relatíve kis területen illetve hát ugye ez tömegközlekedés, a világ tömegközlekedés a szempontjából is azért egy gócpont. Ezért ö, ugye a fertőzés az onnan könnyen terjedhetett ö, a légi közlekedésen, illetve egyéb, egyéb tömegközlekedési útvonalakon keresztül messzebbre is. De ezek az emberek, akik eljutottak ugye ö, Amerikába, Európába, egyéb országokba, egyelőre nem úgy tűnik, hogy ö, tovább tudták volna adni a fertőzést helyileg is. Úgyhogy ez tényes való, hogy sok országban van betegeknél kimutatva ez, ez a fertőzés, de azért világjárványról még így ebben a formában nem beszélhetünk. A koronavírusok családjába többféle vírus is tartozik, ilyen például a szokványos náthát okozó, vagy a 2002-ben szintén nagy pánikot keltő SARS vírus is, közölte kis Csaba házi orvos. Ez egy olyan fajta, ami képes állatról emberre terjedni, illetve emberről emberre is. Mivel új fertőzésről van szó, ezért oltóanyag még nincs a vírus ellen. Ahogy tüsszentünk egyet, mikroszkópikus vízcseppek kerülnek a levegőbe, ha ezeket egy másik ember belélegzi, akkor elkaphatja a fertőzést, ugyanolyan módon terjed, mint a nátha. Körülbelül egy ilyen 2,2-2,3 os halálozási rátának felel meg, ami azért nem olyan nem mondható olyan egetrengetően magasnak. Tehát például az ebola vírus, amit már sok-sok sok sok éve ismerünk, annak a halálozási látája ennek a sokszorosa. Tehát ezt nem, nem, lehet azt mondani, hogy, ez egy, hogy ilyen szempontból egy különösen veszélyes vírus lenne. Viszont ugye jóval könnyebben terjed, főleg, főleg ugye sűrű, tehát sűrűn lakott területeken vagy, vagy nagyobb közösségekben, pont emiatt a cseppfertőzéses Euh, módszer miatt. Tehát egyelőre igazándiból azt lehet mondani, hogy az ismeretlenség miatt euh, tűnik ez, tűn, tűnhet ez fel, euh, sokkal veszélyesebbnek, de azért, hogyha euh, a higiénis szabályokat betartjuk, illetve hogyha tényleg az epidemiológusok és az egészségügyi szakemberek, a WHO mindenki tudja rendesen végezni a munkáját, akkor azért itt euh, meg lehet azt akadályozni, hogy ténylegesen egy ilyen világjárvány törjön ki. Pénteken már Szlovákiában is vizsgáltak két férfit koronavírus gyanújával. Ők három hetet töltöttek Kínában, 1500 km-re buhantól, mikor hazarepültek, bágyattak voltak, és kaparó fájdalmat éreztek a légcsövükben. Zsolnára érkezve keresték fel a helyi kórház sürgőségi osztályát, majd szigorú elkülönítés mellett túrót Szent Mártonba szállították őket. A két férfitól vérmintát vettek, amelyet egy speciális, Berlini laboratóriumba továbbítottak, ott végzik el a koronavírus tesztet, írják a szlovák híroldalak.